Köszöntöm az életreceptek nézőit! Talán ilyet még nem csináltunk eddig, hogy egy adott témához visszakanyarodtunk, hogy egy kicsit elmélyüljünk benne. Ez a téma az alvás volt, és akkor Pálfi Brigitta alvás terapeuta volt a vendégem, aki azóta Gáspár Pálfi Brigitta. Hát szerintem a nézőkkel együtt jól sejtem, hogy itt egy házasság történt. Igen, ennyi időskorban is előfordul az, hogy az embernek ezek a várva-várt pillanatok be tudnak következni, csak hinni kell benne. Gratulálok! Köszönöm. Brigitta, az alvás adásunknak óriási sikere lett. Nagyon sokan megnézték, és nekem ez azt jelentette, vagy jelezte, hogy hogy ez sokakat érint, sokakat érdekel. Azt is Érzékeljük, hogy az utóbbi években, évtizedben sok tudományos kutatás zajlik le, és folyik, van folyamatban most is. Hogy mi mindent hoznak felszínre ezek a tudományos kutatások? Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy újra itt vagyunk, és ismét erről a nagyon érdekes témáról beszélgethetünk. Ahogy a tudomány halad előre, úgy tudjuk egyre mélyebbre ásni magunkat tulajdonképpen az agy működésében. Amit régen az alvásról tudtunk, az mindösszesen annyi volt, mondjuk egy száz évvel ezelőttről beszélünk, hogy megnéztük, hogy miket álmodnak az emberek, megnézték, álomfejtéssel tudta csak foglalkozni, ez volt az egyetlen objektív és értékelhető valamilyen visszajelzés, ami az alvás közben történt az emberrel. Aztán ahogy haladt előre a tudomány, úgy már különböző EEG működést tudtak fogni, azt elemezni, és rájöttek arra, hogy nagyon érdekes dolgok történnek az idegrendszerrel éjszaka-alvás közben. Aztán még mélyebbre sikerült ásni, amikor már a laboratóriumok is rendelkezésre álltak, és akkor már különböző fehérjék, sejtek, szaporodását, vagy esetleg döbbenetes csökkenését tudták megmérni. Ilyen például egyetlen 5 órás alvás, az pedig nagyon hamar előfordul bárkivel, bármi ér bennünket, előfordul, hogy csak 5 órát alszunk, már másnapra 70%-kal csökken az ölősejtek száma. Erről már az előző adásban is beszéltünk de egy rendkívül izgalmas és érdekes láncszemet találtak. Ugye mindenki ma a világban, amikor az idősödésről van szó, akkor nem csak a mozgásunk elgyengülésétől félnek az emberek, hanem attól is félnek, hogy mentálisan elveszítjük az önkontrollt, tehát a demenciától, és ezen belül ugye az Alzheimer-kortól. Ettől mindenki fél, és mindenki ismer olyan embereket, akik ilyen betegségben szenvednek. Most úgy tűnik, hogy az alváskutatók és más területet kutatók talán megtalálták azt a hiányzó láncszemet, ami provokálja és jelentősen megnöveli az Alzheimer kornak a kialakulásának a veszélyét, lehetőségét. Ez pedig a krónikusan fennálló, rossz minőségű vagy kevés alvás. Tehát valószínűleg ez lesz a kulcs. 2010-ben 35 millió ember élt a világon, akik demenciában szenvedtek, és úgy tűnik, hogy 20 évenként duplázódik a száma ezeknek az embereknek. Elképesztően nagy feladat ez, egyébként a társadalomra is, hiszen ezekről az emberekről gondoskodnunk kell. Ma még nekünk nincs ilyen a családunkban, de nagyon gyorsan bekövetkezhet az a pillanat, hogy van. És amikor az alváskutatók és az Alzheimer kor kutatói összefogtak, akkor abban állapodtak meg, hogy nagyon úgy tűnik, hogy van egy fehérje, ami akkor szaporodik fel az agyban, amikor nem akarom fárasztani a nézőket ennek a fehérjének a nevével. Ez egy fehérje. Ami akkor szaporodik fel az agyban, amikor keveset alszunk, és az már rögtön másnap kimutatható az agyban, sőt a gerincvelő folyadékban is kimutatható. És azt vették észre, hogy azoknál az embereknél, akiknél már kialakul az Alzheimer, ott ennek a fehérjének a magas jelenléte az az, az egyértelmű és szinte elsőként kimutatható laboratóriumi eredmény. Innen tett, rakták össze ezt a két tudományos vizsgálatot, és rájöttek arra, hogy ha 50 éves korunk körül, tehát az életünk delén, vagy akár még egy kicsit lejjebb is mehetünk az életkorban, elkezdenénk rendbetenni az alvásunkat, akkor jelentősen csökkentenénk ennek a bizonyos fehérjének a felszaporodását, és akkor nem az alzheimeres betegeknek az ellátását kellene megoldanunk, hanem nagyon nagy esetben, nagyon nagy számban meg tudnánk előzni a kialakulását. Tehát ez most csak egy érdekesség, számtalan terület a szívérrendszeri betegségek, a nőgyógyászati és a férfi nemiszerveket érő rákos betegségek kialakulása. Sőt, a WHO a három való munkavégzést azt ugye rákkeltőnek minősítette. Tehát számtalan olyan mm, konkrétumot tudnék most mondani, amihez kellett a tudomány, kellett a tudomány különböző ágainak is az egymással való kooperációja ahhoz, hogy egyre tisztábban és egyre kikristályosodottabban látjuk azt, hogy mit kell tennünk, és hogy tulajdonképpen itt van a kezünkben egy nagyon könnyen, bármennyire is hihetetlennek tűnő, de apró, pici dolgokat kell megoldani az életünkbe, ahhoz, hogy sokkal jobb legyen az alvásunk, és ezzel rengeteg betegséget tudunk megelőzni. Hát akkor ezt bontsuk most ki, ugye, mert mikor én hívtalak, hogy az alvás zavarokról beszélgessünk, miért éppen az inszomniát emeltett ki, hogy ezt járjuk körül. Először is maga az insomnia, ez egy latin megfelelője az álmatlanságnak. Szerintem egy gyönyörű, szép szó. Ugye, hogy insomniat? Szerintem annyira szép szó. Hát az insomnia az tulajdonképpen az elalvási és az átalvási nehézséget, problémát jelenti. És hogy miért ezt? Azért, mert ez az az alvás zavar, amit senki nem múzhat meg egy életen át. Tehát valakinek vagy volt, vagy van, vagy lesz. Ugyanis én most például hat különböző típusú, az insomnián belül is osztályozás van, attól függően, hogy milyen típusú, milyen eredetű ez az elalvási, átalvási probléma. És én most hat különbözőről gondoltam esetleg beszélni aminek mind-mind más lesz a kiváltó oka, hogyha így végig megyünk majd ezen a folyamaton. Viszont nem kell megijedni, mert a végére összesen két olyan főcsoportot csoportot létre tudunk hozni, amihez hozzá tudunk rendelni megoldásokat is, hiszen akik most itt ülnek, és minket néznek, azok nem csak azt szeretnék, hogy ők fel tudják ismerni, hogy nekik milyen típusú elalvási, átalvási, álmatlanság, alvászavaruk van, hanem azt is szeretnék tudni, hogy vajon az ő irányuk mi lehet, nekik mit kell vajon tenni annak érdekében, hogy ezt megoldják. Egyáltalán mennyi embert érint ez mondjuk Magyarországon? Magyarországon is készültek felmérések, bizonyos felmérések szerint 55-65%-át is érintheti, az embereknek, de körülbelül uh, hát a, a, a lakosságnak a 45-50 százaléka az szinte uh, állandóan uh, a, a teljes populációban 45-55 százalék nap mint nap küzd uh, valamilyen szintű inszomniával. Mikor is beszélünk inszomniáról? Uh, mielőtt a műsort elkezdtük, uh, mi beszélgettünk egymással, és mondtad, hogy te akár a tegnapi éjszakád után, holott köztudott, hogy te nagyon jó alvó vagy, és mi már sokat beszélgettünk erről, neked is volt valamilyen alvászavarod. Így van, tehát én, aki általában ilyen 10 fél 11 kor elalszom, és aztán nagyjából egy hét, olykor akár nyolc órát is alszom, és az éjjel fél egykor így kipattant a szemem. Uh -huh. És ugye elkezdtem, gond, tudtam, hogy ma dolgozós napom van, ilyenkor szeretem, ha kipihent vagyok, ilyenkor szeretek koncentrálni, jól dolgozni. Uh -huh. És ugye elkezdtem gondolkozni, de hát ugye mindenféle zajlik most így a családunk életében is, tehát van okom mondjuk, hogy uh -huh. Hogy ez, vagy vagy megmagyaráztam végül is, de időbe tellett, mire újra el tudtam aludni. Igen, ez egy zavar, gondolatorlódás, ma... Igen. Egy, egy magasabb lelki frekvencia. Igen. Na hát látod, te, aki azt mondtad, hogy te mindig jól alszol, Igen. te is egy szempillantás alatt meg tudtál érkezni egy olyan állapotba, amikor felébredtél. Igen. Tehát ebből már is adódik, hogy kétféle, definíció van. Az egyik az, hogy egy héten legalább négy alkalommal valaki fél óránál tovább tart az, hogy elaludjon. Tehát, ha valaki egy-két órán keresztül vergődik az ágyban és várja az álommanót, akkor azt, a, azt, azt be kell így fejezni. Tehát, hogy nem hmm. szabad, mert ezután már saját magunknak gerjesztünk, egy, 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 egy olyan ördögi körbe kerülünk bele, amiből nem tudunk ö, kijutni úgy, hogy hogy ne legyünk annyira izgatottak, hogy szinte felidegesítjük magunkat azon, hogy nem tudunk elaludni. Tehát ez az egyik, egy héten négyszer, a, és fél óránál tovább tart az elalvás. A másik pedig, hogy egy héten háromszor négyszer euh, tudatosult megébredéseink vannak, ami azt jelenti, hogy emlékszem rá, pontosan emlékszem rá, hogy felébredtem. Egyébként általában két alvás fázis között, ugye öt alvás fázisból uh -huh. áll egy, egy egészséges alvás, ezek olyan 90 percesek. Mindegyiknél ö, meg szoktunk ébredni ebben a felszínes ö, fázisban, amikor ugye így remeg a szemünk is, de erre nem szoktunk emlékezni. Hogyha ez tudatosult, emlékez, emlékszünk rá, és ez hetente háromszor, négyszer legalább előfordul, akkor az is inszomnia. Aha. És neked egy ilyen inszomniás jelenséged volt, ami nem azt jelenti, hogy így is marad. De hát természetesen az inszomniát valami fenntartja. Hát, és innen jönnek a különböző csoportosítások. Tehát vannak olyan gyerekkori betegségek, amikor ez az, az alvás és ébrellét központ nem úgy működik, tehát ez egy idegrendszeri probléma itt egészen biztos, hogy nem csak az alvás terápiával, hanem más neurológiai segítséget is igénybe kell venni. De vannak olyan ö, inszomniák, amikor saját magunk tesszük tönkre az alvásunkat, ugyanis nem megfelelő az alvás higiénia. Jó, ezt a kifejezést először hallom, hogy alvás, alvás higiénia. higiénia. Igen, mert hogy ennek, tulajdonképpen az alvásnak is van egy protokollja. Én ugye azt szoktam mondani, hogy, hogy milyen érdekes, amikor megfőzzük a csodálatos vasárnapi evédet, azt a gyönyörű, aranyló-sárga tyúkhúslevest. És megérkezik a család. Akkor, akkor nem a nagy fazék köré áll oda a család, és kezdi el evőkanállal a fazékból, a, a, a konyhapultról enni az ebédet, hanem gyönyörűen megterített asztalhoz, és annak lehet, hogy vannak még egyéb protokolljai, meg, meg egyéb uh, ilyen megszokásai, esetleg uh, imádkoznak, esetleg uh, hálát mondanak, esetleg uh, a családfő uh, köszönti a családnál leült embereket, de szépen van megterítve, szalvétát használunk, a szebbik terítőt veszük elő, és lehetne sorolni, tehát megadjuk a módját. Az alvás, amivel az életünkből 30 évet töltünk el, Hát én úgy gondolom, hogy akkor ez egy elég fontos olyan folyamat, ami talán megérdemelni, hogy törődjünk vele, és ugyanígy egy protokoll alapján történne. Ez pedig azt jelenti, és most borzasztó, egyszerű dolgokat fogok mondani, és hogyha valaki ezt egyszer elkezdik komolyan venni és beépíteni az életébe, akkor ő maga fog meglepődni, hogy két hét után már milyen sikereket lehet elérni. Az állandóan ugyanabban az időben való lefekvés, innentől kezdve az állandó ugyanabban az időben való ébredés, az be fog állni szinte magától. Az elalvás előtt egy órával folyamatosan sötétítjük le a lakást. Nekünk, nekem van egy szomszédom, akik a túloldalon laknak, és ezer luxal világít náluk, még éjfélkör is a lámpa. És egyébként viccesen úgy neveztük előket, hogy luxék. <gül> 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 és arra gondoltam, hogy ők biztos, hogy rossz alvók, mert egész egyszerűen a melatonin nem tud elkezdeni termelődni egy ilyen őrületes fényben. Ha tévét nézünk, a kék fény szintén nem engedi, mert azt üzeni az agyunknak, hogy ez az alvás hormonunk ne kezdjen el termelődni. Ha okos eszközöket használunk, monitort nézünk pláne, tehát egy csendes lámpánál, egy jó zenét hallgatva, akár e, mécses vagy gyertyafény, de mindenképpen egy lehalkított fény e, forrás mellett, e, finom e, illatokkal körülvéve magunkat, csodálatos illat, illóolajokhoz lehet e, folyamodni, a levendulától a kubebán keresztül ezek mind nagyon e, jó kis nyugtató hatásúak. A finom fürdő, ami ha valaki tusolni szeret, tusol, ha fürödni, fürdik, de gyakorlatilag egy órán keresztül azon dolgozunk, mielőtt lefekszünk, hogy szépen lassan ezt a rituálét végigcsináljuk, és ezzel lazítjuk le, és készítjük fel a testünket az éjszakai programra. Ugyanis éjszaka, amikor alszunk, akkor nem ki van kapcsolva az agyunk, hanem egész egyszerűen olyan magas rendű folyamatoknak az irányításával foglalkozik, ami a teljes testünk regenerálása, ami miatt nem képes arra, hogy éber állapotban legyen. Tehát ne tévesszük meg magunkat. Szinte hallom, aki néz minket, na persze, hát kinek van erre ideje. Uh -huh. Holott ö, mindenki eltölt lefekvés előtt X időt, csak az a kérdés, hogy hogyan. Tehát most Igen. magamnak is rögzítem ezt, hogy nagy szokásváltásra uh -huh. van szükség, de ha az egészségemről van szó, a pihenésem, akkor meg érdemes bele. Vágni és végigcsinálni ezeket a rituálékat. Na igen, hallgatlak tovább. Igen, és egyébként azt ne gondolja valaki, hogy, hogy, hogy én itt tulajdonképpen csak egy prédikátor szerepét uh -huh. játszom. Én magam, aki egyébként jó alvó vagyok, nagyon sok hibát elszoktam én is követni, és én is simán bele tudok csúszni. Én amúgy a, alapvetően egy programozott a, alvást, alvási programom van, tulajdonképpen, de ahogy, ahogy mondtad, ahogy férhez mentem, és, és együtt élünk a férjemmel és, és ugye bele bele csúszunk abba, hogy hogy nézzünk meg még egy epizódot, vagy még, még beszélgessünk, sőt, abba is belecsúszunk, hogy esetleg külünk a teraszra, és mondjuk megiszunk akár nyáron egy-egy uh -huh. pohár vörösbort, csodálva a szép kilátást, és ezek mind-mind rontják az alvás minőségét. Tehát egészen pontosan tudom, hogyha nem 11 órakor fekszem le, pedig 11 órakor nagyon könnyű lefeküdni, mert 11-ig nagyon sok minden belefér. Belefér a családdal, a barátokkal való együttlét is, és 7 órakor felkelek, akkor 8 órát aludtam, és egy 7 órás keléssel még egy 8 órás munkahelyre, és azért úgy nagyjából el lehet, vagy be lehet jutni. Uh -huh. Tehát nem ördögtől való dolgok, és azonnal, ahogy ebben valamit hibázok, rögtön észreveszem magamon azt, azt az érzést, hogy amikor reggel felébredek, akkor nem az a kicsattanó erő, hogy ide nekem az egész napot, az egész hetet, mert annyira energikus vagyok. Tehát ha valaki rendszeresen így ébred, de egyébként alszik éjszaka, akkor is lehet valamilyen alvás zavar, akár a mély fázisokban lehetnek zavarok, tehát nem töltünk eleget, és elég mélyen azokban a fázisokban, ahol ott kell lenni. De ez majd egy másik típusú inszomniánál, ahol az alkohol és a kávé hatását, ott, ott is hoztam nagyon érdekes dolgokat, erről majd még beszélünk. Az, hogy napközben mennyi kávét ittam vagy mennyi teját ittam, vagy pláne elalvás előtt jól esik egy pohár bor. Ez mennyiben befolyásolja, hogy aztán egészségesen alszom-e? A kávénak van egy úgynevezett felezési ideje, tehát hogy te reggel ébredés után megittál egy adag kávét, akkor annak még 6 óra múlva még az idegrendszeredre serkentő hatása van, és utána még 6 óra múlva annak a felének a fele vagyis még a negyed hatás alatt van. Tehát 12 órán keresztül mosódik ki tulajdonképpen a szervezetedből a serkentő hatása. Ö, ez most ilyen reggeli kávéval nem is olyan nagy probléma, de hogyha valaki például délután kettőkor még megiszik egy kávét, akkor gyakorlatilag még éjfélkor az idegrendszerére serkentő hatása van, ami nem azt jelenti, hogy nem tud elaludni. Mert vannak olyan emberek, akik még este is meg tudnak inni kávét, és simán el tudnak aludni. Nem ezzel van a probléma. És ők mondják is, hogy ó, hát én annyira én a fekete simán meg így. tudom uh -huh. inni, és én úgy elalszom, mint a bunda. Igen. Viszont nem, tehát hogy az egy dolog, hogy valaki elalszik. Egy másik dolog az, hogy hogyha ráternénk különböző érzékelőket, és ma már egyébként vannak erre speciálizaldott cégek, akiknek nagyon fejlett ilyen mérőeszközeik vannak. Ez egy picikek kis adapter, amit viszünk magunkkal, 48 órás, egyhetes mérések, utána ezt kiértékelik. Ugyanis ez azt tapasztalná, hogy olyan, mint hogyha feldugtam volna a telefonomat töltőre, egész éjjel fönn volt a töltőn, és amikor levettem, akkor csak 20%-ot 20, 20 töltött fel, az van a kijelzőre kiírva, hogy még mindig csak 20%-on van. Holott töltőn volt én is töltőn voltam, aludtam, de lehet, hogy csak egy 30-40 ra töltöttem fel, mert ezek miatt, a hatások miatt nem tudtam kellő mélységbe kerülni, ugye a mély fázisoknak is különböző szintjei vannak, és azokat a szinteket be kell járni éjszaka, akkor tudnak azok a regeneráló folyamatok lezajlani, amik ugye folyamatosan, mint egy program futnak éjszaka a szervezetünkben. Az alkohollal pedig szintén az a helyzet, hogy az alkoholtól nagyon könnyen elalszunk. Azért, mert tulajdonképpen leszedálja az idegrendszerünket, leszedálja a, a, olyan, mintha egy, mint egy nyugtatót vennénk be. Nyugtatóval sem lehet elaludni, csak leszedálom, lenyugtatom magam. De az alvás az áll a felületes fázisból, az remfázis és a non a mély fázisokból. Hogyha ezt nem járjuk végig, az nem alvás. Lehenem. Az autóvezetés sem az az autóvezetés, amikor egy nyílegyenes úton uh -huh. csak gázt adok. Az is autóvezetés. Amikor tolatok, amikor kis évben jobb, kanyar, jobbra kanyarodok, nagy évben balra kanyarodok, tudom, hogy egy egyenragú útkereszteződésben mikor kinek van elsőbsége, és lehetne sorolni. Tehát ez nem alvás, ez csak egy szedatív állapot, ahol le vagyok nyugodva. És közben az alkoholt elkezdi felbontani a szervezetünk, és abból egy néhány óra elteltével, amikor mi már egyébként úgy gondoljuk, hogy nagyon jól elaludtunk, Abból olyan méreganyagok kerülnek az agyunkba, az idegrendszerünkbe, amiből ilyen nagyon zavaros álmaink lesznek, és állandóan megmegébredünk. Tehát gyakorlatilag alkoholfogyasztás után egy ilyen széttöredezett alvást lehet ma már konkrétan diagnosztizálni, és, és, és lerajzolják nekünk ezek a műszerek, hogy mi mindent teszünk mi magunkkal. Egy jó alvó, 60%-65%-ra tudja csak föltölteni magát. Egy jó, alvó. egy jó alvó is. Tehát, hogy nem csak éjszaka töltjük amúgy magunkat, ez egy megint egy nagyon különleges dolog, hanem napközben is, mert hogyha olyan dolgokkal foglalkozunk, amivel flóban vagyunk, amit, amit boldoggá tesz, mint például, hogy te ezt a műsort csinálod, és tudom, hogy téged ez nagyon boldoggá tesz. Te amikor ezt a műsort csinálod, lehet, hogy rosszul aludtál az előző éjszaka, de most ebből te olyan energiákat kapsz, hogy hozzápótlod és egyébként az alvást is hozzá lehet pótolni. Tehát azok az idősebb emberek, akik már kevesebbet alszanak éjszaka napközben, az ebéd utáni egy-két órás szundikálás, vagy esetleg mélyebb alvás, az csodálatosan hozzáadható ehhez az éjszakai alváshoz. Lám egy újabb pozitívuma az idősödésnek, hogy megengedhetjük magunknak ezt esetleg Igen. az ebéd utáni szundikálást. Nem az alvás higiénia okozza azt, hogy rosszul alszom. De akkor mi okozza? Okozhatja még olyan ö, helyzet, amikor nem tudunk a kül külső körülményekhez, tehát külső kiváltó tényezők, nem tudjuk befolyásolni. Ilyen például, hogyha mondjuk akár elutazunk egy olyan ö, vidékre, ahol, ahol őrületesen magas mondjuk a, a hőmérséklet, vagy rettenetesen hideg van, ez is ö, lehetséges. Az is, hogy ö, hogy folyamatosan ö, csapkodják az ajtót, vagy húzzák alattunk a pékek, a, a dobozokat, ö, vagy a lift érkezik. Az is egy külső tényező, amihez nehéz alkalmazkodni, hogy lett egy beteg ember a családban, akire éjszaka is alarm állapotban vagyok, és folyamatosan figyelnem kell. Kisboba született a családba, amire folyamatosan ö, figyelnem kell. Ezek átmeneti problémák, de ezek is válthatnak ki egy ilyen töredezett, állandóan emlékezünk rá és felébredünk állapotot, nem vagyunk képesek mély fázisba kerülni. Milyen érdekes, hogy ilyen egész hétköznapi dolgokat említettél, ami nem is gondolnánk, hogy ennyire Igen. le tudja rontani az alvásunkat. Van olyan, hogy valaki vele születetten rossz alvó? Igen, van ilyen, egyébként pont most voltam, nekem márciusban kisunokám fog születni, és ezért én nagyon szeretném felfrissíteni minden területen a tudásomat, úgyhogy én különböző ilyen online képzésekre ülök be, úgyhogy én ott ül azért lányom is, látom a nevét felsorolva, én is. És én ott tanulom az új e, dolgokat, e, nagyon e, számomra nagyon hiteles szakértőktől. És a baba altatásban, e, számomra egy kiemelkedően magas e, hitelességgel bír dr. Dénes Ivett, aki egyébként orvos eredetileg, született két kisgyereke, és megjárta azt, a, azt az utat, hogy két rossz alvó gyermeke e, született és aztán erre az egészre, megfigyelésekre, tudományra felépített egy olyan segítő programot, ahol az anyukáknak az összes lehetséges problémára online, személyesen egyedi problémákra is ad megoldást, de összességében is bemutatja a babaalvást. Csak megjegyzem, önöknek mondom, hogy őt is szeretném majd vendégül látni, mert szerintem anyukáknak és nagymamáknak is milyen segítséget Igen, tehát hogy én, el... én alvás gyakorlatilag beültem az ő előadására, erre a tréningre, és véghallgattam, hogy és a kisbabákkal mi a helyzet, és hogy létezik-e olyan, hogy úgy szület, hogy rossz alvó. És igen, tehát elmondta ő is, hogy igen, vannak ilyen gyerekek, Nyilván sokkal nehezebb náluk kialakítani egy, egy jó alvásrendet, de amikor ez egy olyan kóros szintet elér, ami már a gyermek fejlődését veszélyezteti, ott mindenféleképpen orvosi segítséget kell hívni de hát persze a napi szokások, a fények. És akkor a következő ok, amit nem csak a kisbabáknál, hanem a felnőtteknél is óriási probléma, a hálókörnyezet. Rettenetesen fontos lenne, hogy a hálószobánkban sötétség legyen, televíziót egyáltalán nem lenne szabad a hálószobában használni. Nagyon fontos lenne, hogy ne legyen 18-19 foknál magasabb, most ezt könnyebben okay. be is tartjuk, hiszen lejjebb kellett vennünk egy kicsit a fűtést, de például ö, vannak ö, olyan, ö, olyan ágynemük, én magam is ö, ismerek ilyet, aminek ö, például olyan ö, termoaktív ö, felülettel van kialakítva az a, az, a, az a rész, ami a testtel találkozik, hogyha két különböző hőigényű ember alszik egy hálószobában, akkor az, aki fázós, nem fog fázni, akinek melege van, nem fog izzadni. Tehát olyan ö, fantasztikus anyagokat lehet ma már, és ma már vannak olyan ágydeműk, amik így készülnek. Hogyha még egy picit a, az alvás környezetről beszélünk, akkor... Ö, ezt muszáj, hogy megemlítsem, mert számomra ez egy, ez egy kardinális kérdés, a párna kérdése. Tehát a párnák azok, amiket nagyon méltánytalanul el, hogy is mondjam, egy kicsit úgy, 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 úgy elfelejtettük központba tenni, mert a matracok nagyon elvitték a, a fókuszt. Mm -hmm. Ugye egy picit mindig a piaci is, hogy hogy mi mekkora üzlet, azért az is befolyásolja azt, hogy miről beszélünk. Inkább egy nagy matrac, Hát akkor arról beszéljünk <laughs> inkább, hogy a gerincnek mennyire fontos. Ezek mind nagyon fontos dolgok, de a párnának legalább olyan jelentősége van, mint a matracnak. Úgyhogy most jelent meg, és ezt nagyon nagy büszkeséggel mutatom, Babai László, Majoros Jemesei és Barna István tanárúrnak egy szakkönyve, amit orvosoknak készült életmód Orvostan a címe. Ugyanis most már az orvos egyetemeken ö, választható tantárként még, de már tulajdonképpen van ö, egészséges életmódra nevelés is. De mennyire fontos. És ebben csodálatos ö, területeket a táplálkozástól, a mozgáson át, minden tudományos alapossággal és, és tudományosan alátámoztva lett megírva a leg, Magyarország legfantasztikusabb szakértőivel. És ne szerintem hát te is írtál ebbe a igen, nagyon, nagyon ezt a témát, igen, ami az alvást illeti. Nagyon büszke vagyok rám dr. Vida Zsuzsannával, aki szomnológus, neurológus, főorvos és a Magyar Alvás Szövetség szakmai vezetője. Együtt írtuk az alvásbetegségek, alvászavarok életmódterápia, ro, nem rovatott, hanem fejezetet. ez egy fejezet, ugye ez egy tankönyv fejezetet, és például ezen belül egyébként nagyon nagy örömömre bekerült az ideális párnáknak a, a definíciója. Milyen az hogy ideális párna? Az ideális párna az, amit az egyén saját magára tud az egyéni igényeire igazítani. Ah. És ezek az igények, ezek változhatnak attól függően, hogy milyen fizikai és mentális állapotban vagyok. De egy nagyon fontos, hogy ezek a párnák fixen tartsanak, mert egy, egy éjszaka több mint 60-szor változtatunk. Annyit izgünk, mozgunk, helyze hely, helyzetet. És a nyakunk az egyszerűen be tud rögzülni egy olyan rossz szögbe, amiben belekeveredtünk véletlenül. Hogyha olyan töltőanyaggal és olyan kialakítással készülnek ezek a párnák, amik ezt a fixációt lehetővé teszik, akkor már akár 50%-kal tudunk javítani az alvásunkat. Jó matracsal és egy jó párnával akár 50%-kal lehet javítani az alvás minőséget. De ez csak akkor, hogyha valakinek jelentősen zavaró ok, a, ezek, a, ezek a rossz minőségű ö, alvás környezetbeli ö, problémák. Tehát, hogyha valakinek egy idiopátiás inszomniája van, tehát a veleszületett, ugye kisgyerekekről beszéltünk, ahol az alvás ébrellétrendszer rendszer ö, nem jól működik, ott nyilván egy párna ö, nem fogja megoldani. De egy párna nagyon sokat tud ö, például az ilyen típusú, fix ö, rögzítést biztosító párnák, például a horkolásnál. Mert tud egy olyan testhelyzetet felvenni, ahol jelentősen csökken a horkolása. Itt álljunk meg, mert a horkolás az a saját horkolásom engem nem feltétlenül zavar, mert nem veszem észre, de például mondjuk én tételezzük fel, nem horkolok, de a velem együtt alvó meg horkol, már ettől se tudok aludni. Milyen megoldásokat lehet erre ez nem mindenkinek egy... adatik az meg, hogy jó drágám, hát akkor vonulj át a másik hálószobába, vagy egy nyaralási helyzetben nem lehet még egy szobát kivenni, hogy hát ne zavarjuk egymást. Tehát mit lehet ilyen helyzetben? Ipari füldugó. <laughs> És most nem viccelek. Igen. Igen. Tehát nekem volt olyan páciensem, akik viszonylag fiatal házasok voltak, de a hölgy az igazából a súly problémeival keresett meg, mert hogy akkor, hogyha ugye éjszaka nem alszunk, akkor a jó és az éjséghormonunk nem kerül egyensúlyba, és másnap megfékezhetetlen szénhidrátészségünk van, nem tudunk ellenállni neki. És ő, és ő csak hízott-hízott, és kiderült, hogy a háttérben egy pokolia horkoló férj van, aki nem volt hajlandó elmenni orvosi vizsgálatra, sem fülorgégészetre, sem büdőgyógyászatra, mm -hmm. sem alvás központba, mert számos helyre lehetne menni ezzel a problémával, mert ő fél az orvosoktól. Tehát, hogy először is akkor, hogyha az alvoltásunknak ilyen problémája van, akkor, amikor egymásnak örök hűséget esküdtünk, és ezt komolyan is vettük, akkor az ez is hozzá tartozik, hogyha a másik embernél felfedezünk valamilyen problémát, akkor igyekezzünk megoldani, és, és türelmesen és békésen, semmiféleképpen őt nem megbántva, megalázva, de meg kell beszélni ezt a problémát, és, hogy, és nem rögtön rárontani, hogy, hogy én azért nem tudok aludni, mert te horkolsz, hanem, hanem valahogy szépen finoman elkezdeni megközelíteni. Például valaki azt mondja, hogy az Endre Juditnak a csatornáján volt egy érdekes beszélgetés, és ott volt egy alvásterepeuta, aki olyan érdekes dolgokról beszélt, és, és nézzük már meg együtt, mert kíváncsi lennék rá. És akkor annál a pontnál, amikor én erről beszélek, hogy horkolás, akkor nyugodtan meg lehet állítani vagy arról is beszélhetnék, hogy van egy, egy olyan nyugtalan lábszindróma nevezetű probléma, amikor az egyik ember, az, az egyik a két, az alvótársak közül folyamatosan, nagyon erősen rugdos. És hogyha mondjuk egy matracon, egy közös matrac matracon alszanak, akkor ez a mozgás áttevődik a másikra is, és a másik csak azt veszi észre, hogy bár ő jól, tehát elalszik, tehát emlékszik, hogy ő nem ébred fel, és alszik, de mégis úgy ébred, minthogyha egész éjszaka ö, köröket futott volna egy stadionban, olyan kimerülten. Azért, mert eltűntek a mély fázisai, egy állandóan megébredő fázisban volt, és ő azért ö, válik alvászavarossá, mert a másik embernek van egy ilyen probléma. Ez is kiválthatja az inszomniát. Tehát ez, ez is oka lehet egy inszomniának. is van valami gyógymód, mert Igen, ez tudattalanul rúg. Ezt mindenféleképpen alvás központokban hmm. kell kivizsgálni. Nekünk alvás kettő fő dolgunk van. Az egyik, hogy jól érthetően beszéljünk arról, hogy miért fontos az alvás, Hogyha valamilyen ö, problémát ezek közül, amiről most beszéltünk, felfedez, akkor tudja, hogy ha hozzánk eljön, vagy hozzám eljön, akkor én őt irányba tudom tenni. Tehát azt tudom mondani, hogy ez orvosi probléma, ezt közösen meg tudjuk oldani, mert ez alvási ez ezek a rossz szokások ö, probléma. És ami még nagyon fontos, hogy nagyon sokan nyugtatót ö, szednek, és attól várják az elalvást. A nyugtató, az, az ahogy mondtam, csak, csak szedál, de a mély alvást nem biztosítja. Nagyon sokan a melatonintól várják a megoldást. A melatonin az a felkészülési időszakban, amikor, ha az normálisan magától termelődne, akkor elöntenni az egész testünket. Minden sejtünknek van érzékelő receptora, amivel az az üzenet érkezik meg a sejtjeinkhez, hogy itt az éjszaka, el kell kezdeni az éjszakai műszakot. Hogyha ez, ez nem történik meg, mert idősebb korunkra, 50 éves korunktól fölfelé pedig főleg nagyon lecsökken a melatonin termelés, akkor pótolni kell, de nem csak azért, hogy mélyen tudjunk aludni, hanem azért, hogy időben, a lefekvés előtt egy órai felkészülésben, ez az állapot beálljon, a testünk felkészüljön az éjszakai alvásra, és könnyebben aludjunk el. De az egész éjszaka átalvását nem fogja biztosítani. Olyan létezik, hogy valaki azt mondja magáról, hogy én annyira rosszul alszom, és hogy én nem. És közben, aki vele alszik, azt tapasztalja, hogy De hát, drágám, te végig aludtad az ész. Van ilyen? Igen. Ezek van definíciója, ez a tévesen megítélt alvás állapot. Vannak olyan emberek, ez egy kicsit a hipohondriához hasonlít, vannak olyan emberek, akik folyamatosan úgy érzik, mintha ők nem aludnának. Egész éjjel nem aludtam, egy szemhúnyást sem aludtam, ha, szerencsés esetben, ha van alvótársa, akkor ezt nagyon könnyű tetten érni, hogy ez, ez nem így van. Hogyha nincs, akkor viszont alvás központokban egy éjszaka bentöltése után ez csodálatosan bebizonyítható számára, hogy ez nem így van. De egyébként egy nagyon picit tartozik csak ide, amit már az előbb is említettünk, hogy, hogy valójában történhet az alvótársam felől, Érkezhetnek hozzám olyan ingerek, miközben mindketten alszunk, amiből én csak annyit érzékelek, hogy hogy rosszul ébredek fel, vagy esetleg néha megébredek, de nem tudom mire. Tehát inszomniássá válhatok attól, hogy az alvótársamnak van valamilyen alvás betegsége. Mert ugye vannak az alvás zavarok, és vannak az alvás betegségek. A betegségekre az orvosok foglalkoznak, az alvás zavaroknak egy bizonyos részét, azt mi e, tudjuk e, helyre billenteni. Lassan azért körbejártuk ezt a témát, és azért szerintem most is nagyon sok jó és praktikus és használható tanácsot, ötletet kaphatott, aki ma velünk tartott. De így végül, akkor mi a legfontosabb, amit vigyenek magukkal a nézők, amikor ma este ágyba bújnak? A rendszeresség, az alvás méltóságát meg kell adnunk, mert ez az egyik legeslegfontosabb élettani funkciónk. Van olyan fontos, mint a légzés és a táplálkozás, vagy a folyadékbevitel, vagy az emésztés. Az, amit az anyatermészet nekünk adott, hogy egy életnek az egyharmadán át ezt csinálnunk kell, ahhoz, hogy életben maradjunk, az talán van annyira fontos, hogy megadjuk a tisztességét. Megfelelő mennyiségű időt, 7-8 órát aludni kell, azt ugyanabban az időben e, kell tenni. A megfelelő hőmérsékletben, megfelelő sötétségben, megfelelő matracon a tökéletes egyedire e, alakított e, párnánkkal. Ha van rá lehetőségünk, akkor intelligens e, ágyneműkkel. E, nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha olyan külső tényezők vannak, amik zavarnak minket, mint a nagyon nagy meleg, vagy a, a beteg ápolása, hogyha ott egy-egy éjszakát tudunk valakivel cserélni és váltani, vagy egy sírós baba, aki egész éjszaka, heteken keresztül az anyukája már hullafáradt és kimerült, akkor ott az anyukáját, az anyósát, lehet és muszáj is, vagy a férjét segítségül hívni, mert egy-egy éjszakát, ha legalább sikerülne átaludni, az, az még nem, nem jelenti azt, hogy minden rendben van, de egy kis új, újraélesztést kapott az az anyuka. A nagyon nagy meleget, azt nyilván nagyon nehéz ott egy kicsit hideg vízzel fürödni, hűteni magunkat. Nyilván, ha van klíma, akkor senki nem hagyja ki a klíma használatát, hogy olyan ö, hőség van, de van olyan is, hogy esetleg valaki nem bírja a klímát. Mm -hmm. De hogyha ma már például lehet kapni ö, a klímákhoz olyan ö, terelő ö, szerkezetet, amit utólag lehet rápattintani a klímákra, és nem közvetlenül ránk, hanem egy picit így megfordítva a levegőt, sokkal kíméletesebben fújja be a, a lakásunkba vagy a, a szobánkba. Valójában a beazonosítása, hogy nekem milyen típusú problémám van, Utána érdemes szakértőhöz fordulni, itt vagyok, és, és nagyon szívesen a Pannonia utcában van egy, egy alvás stúdióm, de online is vállalok konzultációkat, nem is kell eljönni az ország bármelyik pontjáról. Csak én mindig azt kérem, hogy senki ne gondolja, hogy az insomniát azt meg lehet úgy oldani, hogy beveszek egy tablettát, és holnaptól már megoldódott. Az insomniának a megoldásáért közösen kell dolgozni, ott szokásokat kell megváltoztatni, és el kell hinni azt, hogy, hogy vannak segítő módszerek. Egyébként egy segítő módszerről még nem beszéltünk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy fantasztikus gyógynövény hatóanyagok vannak. Ilyen például a golgota virág hatóanyag, ami megnyugtat, tehát hogyha stressz, a napközben is stressz, amit éjszaka nem tudok a hálószoba küszöbén kívül hagyni az ok, akkor ez meg tud nyugtatni, vagy a macskagyökér, vagy valeriána kivonat, ami viszont el tud altatni. Vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy kombinálva a kettőt is tudjuk használni lefekvés előtt egy órával, és még ott van a melatonin is. És ezeket azért tartom fontosnak, mert az embernek mindig kell egy kapaszkodó, uh -huh. amit hogyha úgy érzem, hogy ezt most megcsinálom, megiszom, bedörzsölöm, megszagolom, beveszem, ezt a párnát használom, akkor ez, és már most mennyi mindent mondtam el, amit meg lehet tenni, és ezzel nulláról felcsúszunk egy 20%-ra. A 20%-ról még valamit hozzáteszek, már 30-nál vagyok. Jó, akkor még beállítok egy rendszert, már 40%-nál vagyok, és a nulláról eljutottam már egy 40%-os minőséghez. Tehát ez, ez olyan egyébként, mint a tanulás. Egyszerűen el kell fogadnunk, hogy az alvás az egy hihetetlen fontos része az életünknek. Azért elsősorban mi magunk tehetünk, igaz, hogy hogy elfogadjuk és hogy a szokásainkon változtassunk, és akkor az egészségünkért is ilyen módon is teszünk, és hát mi a legfontosabb az életünkben, az, hogy egészségesek legyünk. Képzelt, hogy a múlt héten találkoztam egy 106 éves nénivel, aki egy szűrővizsgálaton volt nálunk, mert kíváncsi volt arra, hogy milyen állapotban vannak az erei. Uh -huh. És Csináltam egy, egy, egy készítettem egy olyan olyan riportot, ahol a legvégén megkérdeztem a, ettől a nénitől, Gizrinnek hívják egyébként őt, hogy hogy mégis mi a hosszú életitka? Ugye hát ezt, ezt nem bírja ki ezen, hogy ne kérdezze meg egy 106 éves hölgytől. És azt mondta, hogy az, hogy mindig legyen terv, és hogy tud, hogy azt másnap végre kell hajtani. Hát azt hiszem, hogy ez a lehető legjobb végszó egy ilyen műsorban, aminek az a címe, hogy életreceptek. Úgyhogy köszönöm, Brigitta, ma megint sokkal okosabbak lettünk, és én abban bízom, hogy aki minket nézett, hallgatott, valamiféle tett vágy kialakult, hogy javítson az életének a minőségén. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és iratkozzanak fel, mert akkor továbbra is ilyen értékes, tartalmas beszélgetéseket... Hallhatnak, láthatnak itt a csatornámon. Köszönöm szépen, és neked is köszönöm. Én is köszönöm.